Szabolcs-Szatmár Bereg megye élen jár a kulturális közfoglalkoztatásban, és egyre több önkormányzat, egyházközség és civil szervezet kapcsolódik a rendszerhez, hangzott el a Nemzeti Művelődési Intézet és a Megyei Civil Információs Centrum közös a kulturális közfoglalkoztatásról szóló konferenciáján. Büszkék vagyunk arra, hogy a megyében legnagyobb kultúrás közfoglalkoztatott programot mi indítottuk egy komoly koncepció alapján, és most is több mint 200 embert foglalkoztatunk ennek a keretében, tehát több mint 20 főt, és ezt a programot úgy érzem, hogy van értelme folytatni, van értelme csinálni. Az igazgató hozzátette, a kulturális közfoglalkoztatottak elsősorban fiatalok, akik álláskeresés mellett a helyi közösségeket segítik, legyen szó művelődési központról, ifjúsági házról. Így szereznek tapasztalatot például a közösség és rendezvényszervezésben. Én a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben dolgozom most, Nyírtelken, mint közösségi munkás. Ott egyik feladatköröm az ifjúsági munka, hogy fiatalokkal dolgozom kint Görögszálláson. Népdalkör, ifjúsági és nyugdíjas klub, ezek a közösségek fontos szerepet és színteret jelenthetnek a tagok életében, véli az Emberi Erőforrások Minisztériumának közösségi művelődési és művészeti főosztályvezetője. Ezek a kulturális közösségek egy idő után olyan erős közösségé vagy olyan közösségi hálóvá válhatnak, amelyek a településüknek a jobbulásában, a településüknek az aktivitásában is szerepet kaphatnak majd. A rendezvényen elhangzott, bárki csatlakozhat a kulturális közfoglalkoztatáshoz, a közösségi munkához. Érdeklődni a Megyei Civil Információs Centrumnál lehet.